Nos, végeztem az EQP-k tesztelésével. Azt kell, hogy mondjam, hogy a 4 tesztalany az 4 különböző soundot tudott nekem generálni. Viszont játszottam olyat, hogy egymáshoz pofozzam az érőket, és hát legnagyobb meglepetésemre egészen különböző beállításokat kellett az egyes modelleken alkalmaznom ahhoz, hogy egymásra jobban hasonlítson a hanguk. Amivel szeretném kezdeni az az, hogy a Clark Technique-nél ott a magasakat azt egy picit ilyen szúrósnak, ilyen gagyisnak éreztem a többi versenyzőhöz képest, illetve a legalsó tartományban itt a 20 Hz-nél ott a processzálás mintha nem is történne meg. Tehát ez két fekete pont sajnos neki. Úgyhogy az ilyen szélsőséges beállításokban ő nem volt erős. A vasak közül a Varma Audio-nak ez viszont igen jól ment, sőt, a szélsőségek tekintetében általánosságban a vasak sokkal jobban teljesítettek, ugyanis mind a kettőre igaz az, hogy többet tudnak vágni. Miért érdekes ez? Hát azért, mert amikor ezt a low-end tricket szeretné megcsinálni az ember, akkor egyszerre boostolsz és vágsz is. Na most a Clark Technique-nél ott a vágás az elegendő volt, viszont nem tudtam kellően sokat boostolni ahhoz, hogy ezt a puha, meleg, ilyen boomos hatást elérjem. A Varma Audio-nál viszont igen. És az érdekes az, hogy ezt a kis finom balanszírozást, amit masteringnél szoktak használni, ezt a pluginekkel nem tudtam megcsinálni ennyire jól. Tehát hozták ők is persze a karaktert, de azért úgy ebbe az alsó tartományban lényegesen nagy előnyre tettek szert a vasak. Ha rangsorolnom kéne őket, akkor azt mondanám, hogy a Waves volt igazából a legrosszabb, utána jön a Clark Technique, utána jön az Universal Audio, és a nyertes pedig a Varma Audio.